Miért ne vegyél belga juhászkutyát, ha nem munkakutyát szeretnél? A belga juhászkutya, pontosabban annak egyik legismertebb variációja, a Malinois, népszerűsége folyamatosan nő a világ nyugati felében és a világ fegyveres testületeinek szakszolgálatainak körében. Sajnos arányaiban ezt meghaladó mértékben a menhelyre leadott kutyák között is. Hogy miért? Aki látott már belga juhászokat munkaközben, annak őszintén be kell vallania. Lenyűgöző az a látvány és az a hatékonyság, amire egy Malinois képes, ha a feladatára koncentrál, akár órákon keresztül is. Ezt a fajtát a tapasztalatok szerint a kutyákhoz kevésbé értő réteg a mai napig egy kisebb méretű, német juhászszerű valaminek gondolja. Ami szép is, meg értelmes is, könnyebb kezelni, mint a nagyobb német juhászt, meg magától tud mindent, amire egy kutyának egyáltalán szüksége lehet. No meg ugye, mire voltak képesek a John Wick harmadik részében is. A hozzá nem értők közül kevesen vannak tisztában azzal, hogy például a terrorelhárításnál egyre nagyobb számban használt malinoák éles helyzetben képesek egy mozdulattal eltörni egy fegyvert tartó ember alkarját, és azzal is, hogy kevés olyan fajta van, ami ennyire nem való egy hozzájuk nem értő, gyakorlattal nem rendelkező embernek. Hogy miért gondoljuk így, az alábbi 5 pontban igyekszünk összefoglalni számotokra. Mielőtt tovább mennénk, arra szeretnénk megkérni benneteket, hogyha eddig nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornánkra. Nektek ez egy másodpercet és egy kattintást, nekünk viszont nagyon sokat jelent. Ha új fajta bemutató videókat szeretnétek helyszínen forgatott anyagokkal, megköszönjük az esetleges anyagi támogatásotokat, aminek módját megtaláljátok a videó leírásában. Előre is köszönjük! Őrületes mozgásigény, hosszú élet. A közelmúltban egy GPS-es nyakörveket áruló amerikai cég 100 igen aktívnak gondolt kutyafajta valós aktivitását mérte fel a szupernyakörv segítségével. Az adatok sokak számára megdöbbentő eredményt mutattak. A mért 100 fajta, köztük vizslák, terrierek és szetterek közül napi szinten a belga juhászok mozogtak a legtöbbet maguktól egy zárt kertben, a gazda hiányában is. Napi átlagban 103 percet, de volt olyan egyed, aki napi 323 percet, azaz 5,5 órát mozgott magától bármiféle bíztatás nélkül. Mindez messze-messze meghaladja az átlagot, tekintetbe véve főként azt a tényt, hogy napjainkban a felmérések szerint az átlagos kutyagazdák napi 34 percet fordítanak kutyáik többségében pórázon történő sétáltatására, mozgatására. Emellett szerencsére a Malinois egy nagyon egészséges, hosszú életű fajta, annak tehát, aki egy ilyen kutya mellett dönt, bizony másfél évtizedig, az aktív életének egynegyedére, arra kell berendezkednie, hogy naponta hosszú órákon át foglalkozik majd a kutyájával, és alaposan lemozgatja őt minden nap. Valljuk be, ez a napjaink átlagembere számára nem mindennapi vállalás és fizikai teljesítmény, és nem is hétköznapi kitartást igényel. Valójában kevesen is képesek rá. Munkamánia, tenni akarás. A belga juhászok egyik legfőbb tulajdonsága és egyben erénye az átlagon felüli munkavágy és tenni akarás. Fogalmazhatunk úgy is, hogy egy Malinois életen nem teljes, ha nem dolgozhat, hiszen ez az élete fő eleme és kimondott célja. Ennek a fajtának soha nem lesz elég a heti egyszeri, hétvégi kirándulás vagy egy pórázon megtett kör a szomszédos utcákban. De a köré halmozott rágható gumicsirkék sem fogják csillapítani azt az oldhatatlan munkavágyat, munkakényszert, ami bennük létezik. Ha nem fegyveres testületeknél szolgálnak, szinte egészen biztosan szükség lesz, legalább egy obedience vagy agility, de sokkal inkább ipó, mondiring vagy french ring képzésre, folyamatos foglalkozásra és foglalkoztatásukra. Ha az ilyen típusú rendszeres tevékenységek kimaradnak egy belga juhász életéből, igen nagy az esély a kutyagazda kapcsolat végleges megromlására. Egyedül nem megy. Az előbb elmondottakból az is következik, hogy a Malinois nem egy átlagos kutyafajta, átlagos foglalkozási igényekkel és szükségletekkel. Több velük kapcsolatban komoly tapasztalattal rendelkező kiképzőtől hallottuk már, és
Ezzel bizony egyet kell értenünk, hogy egy belga juhász esetében csak egy nagyon felkészült, komoly képzési tapasztalatokkal bíró, rutinos kutyás tud egyedül eredményt elérni velük. Egy kevésbé tapasztalt és kitartó, de felelős gazda elő vagy utóbb egy rájuk szakosodott vagy velük komoly tapasztalatot szerzett kutyaiskolában köt ki, ahol nem csak a kutyát teszik rendbe, de a gazdát is megtanítják malinoa nyelven beszélni. Ráadásul képesek megteremteni azt a hátteret, amire egy ilyen intenzív munkaigényű kutyának szüksége van. Mint éppen az egyik legsikeresebb hazai belga juhász kiképzőtől hallottuk egy interjú során, igen sok egyébként jó szándékú és a kutyájáért komolyan tenni akaró gazda és malinoa kutyája köt ki náluk, meglehetősen kétségbe esett állapotban, amikor a teljes képzési programot előről kell kezdeniük és blokkonként újraépíteniük. Extrém zsákmányosság. A belga juhász részben éppen azért ennyire sikeres és széles körben használt szolgálati kutya szerte a világon, mert extrém, átlagot meghaladó méretű zsákmányszerző ösztönnel rendelkezik. Mindez olyan szintet ér el, például egy munkavonalú malinoa esetében, hogy az őket kiképzők esetében sajnos kisebb sérülések is előfordulhatnak, odakapások, csípések formájában, amik többségében a kutya emberekéhez képest villámgyors reakcióinak köszönhetőek, és annak, hogy kizárólag a feladatra koncentrál. A komoly, felelősnek mondható kiképzők azt is elmondják, hogy egy munkavonalú malinoa nem feltétlenül kisgyermekek mellé való, hiszen egy a gyermek részéről kiadott magasabb hang, egy játékos futás éppen a zsákmányosság miatt nem feltétlenül megfelelő reakciót válthat ki a kutyából, és kisebb balesetekhez is vezethet. Ez is egy szempont, amit egy belga juhász mellett döntő családnak alaposan át kell gondolnia. Összefoglalás. Szeretnék ismét hangsúlyozni. A belga juhászkutyát, a fajtán belül is elsősorban a malinoát, a világ egyik legjobb, legintelligensebb és leghatékonyabb munka és szolgálati kutyájának tartjuk. A külseje azonban, ami egyébként gyönyörű, sok ember számára megtévesztő lehet. Hiszen egy ilyen idézőjelben kis termetű és értelmes fizimiskájú kutyából a fajtát nem ismerők ritkán következtetnek arra, vagy tudnak egyáltalán arról, hogy mik a fajta valós képességei és főként igényei. Ezek bizony nem kevesek. És ugye senki sem tartja logikusnak azt sem, ha például valaki a fekete piacon egy katonai Kalasnyikov gépkarabét vesz verépvadászatra, egy légpuska helyett. Egy ilyen hiperaktív és munkaigényű kutya, amilyen a belga juhász, ha a gazdától nem kapja meg, ami jár neki és amire természetes igénye van, hát majd feltalálja és önállósítja magát, ami egészen biztosan nem felel majd meg a család, de a szomszéd igényeinek és tolerancia küszöbének sem. Ha te nem készültél fel arra, hogy akár 15 éven át napi szinten több óra munkát tegyél bele egy kutya mentális és fizikai lefárasztásába, nem szeretnél minden héten kutyaiskolába járni, sokat dolgozol és kevés időt töltesz otthon? Igen valószínű, sőt szinte biztos, hogy mindkettőtök kiegyensúlyozott élete érdekében nem ezt a fajtát kellene választanod.